legnagyobb szeretettel köszöntöm természetesen Mónus József barátunkat, a Fehér Farkast, itt a Fekete István Szabad Egyetemen. Nem sokan ismerik erről az oldaláról, sokan kérdezték is, hogy Szabad Egyetemen, hát őt inkább szabadtéri, jó nagytéri rendezvényekről ismerjük, és természetesen szerettük is volna már például, mivel az ország legnagyobb majálisait szervezzük, azt gondoltuk, hogy oda azért meg kellene hívni most már Kassai Lajos mellett, aki ugye legutóbb ott volt velünk, Mónus Józsefet is, de még az Óbudai sziget sem elég nagy ahhoz, hogy ott Mónus József valamiféle biztonságos bemutatót tudjon tartani, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy egyelőre az ilyen tömegrendezvények helyett inkább itt a Szabad Egyetemnél egy új oldalát mutatjuk meg, bár azért sokan már erről az oldaláról is ismerhetik, a kitűnő prezentációiról, amivel azt gondolom, hogy felejthetetlen élményt fog nyújtani azoknak, akik még nem ismerik erről az oldaláról is. Bemutatni azt gondolom nem kellene, és föl sem lehet sorolni azt a rendkívüli sport teljesítményt és hungarikumnak is minősülő teljesítményt, amivel különböző világrekordokat döntött, és már nehéz is nyomon követni, de mégis azért a kedvencemet hadd mondjam, hiszen azért a sikerek között néha nyilvánvalóan vannak nehéz pillanatok, és félig meddig kudarcok is. Az egyik ilyen 2013-ban volt Törökországban, amikor a korlátlan erősségű íjak versenyén hát elég kedvezőtlenül kezdődött számára, ugyanis egy egyetlen nyílveszőt tudott csak kilőni, mert megsérült ugye a keze kilövés közben, és ilyen értelemben csak a mentőben értesült már az eredményről. Miszerint ezt a kategóriát is sikerült megnyernie, egyetlen kilőtt rövéssel 470 méterig lőtt ez alkalommal. Gratulálunk, és átadom a szót. Nagyon szépen köszönöm. Szép estét kívánok! Mónus József vagyok, harci cél és távolőjász. Egy egyszerű ember. Végigjártam a világot, hogy megmérkőzzek bárki ellen ezért a zászló becsületéért, a mi zászlónk becsületéért. Most elviszlek önöket, benneteket a messzi nagyvilágba, a Vereszkei hágóhoz, Törökországba, Kínába, Mongóliába, Dél-Koreába. Elviszlek benneteket a Niagara vízeséshez. Kanadába, Ausztráliába, Amerikába. Filmeken, lövéseken, versenyeken keresztül megmutatom a magyarok büszkeségét, az élni akarásunkat, a harcunkat, egy olyan jövőért, aminek minden pillanata már ott van a szkíták, hunok, Árpád lelkében. Szó esik majd Pozsonyról, Pozsony csatáról. És hagyj mutassam be egy barátomat, Nyers Csabát, akinél először hallottam a Pozsony csatáról 2006-ban. És akkor a fejembe ütött egy nyílvessző, egy pillanatképet, hogy egyszer majd meg kell emlékezni egy kilőtt nyílvesszővel a Pozsony csatáról. És elvisznek majd benneteket, amikor megmérkőztem. Ezért a távolságért, a 908 méterért, a 907 méterért, és egy 918 méteres lövés mutatok majd meg nektek. Gyertek velem most, pillanatról pillanatról, harcról harcról, nyílvesszőről nyílvesszőről, országról népről keresztül, 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 a múltunk tiszteletéért. Gyertek most velem, a zászlónk becsületéért. Hiszek egy Istenben, hiszek egy... A villanyt le tudjuk kapcsolni valamelyest itt az elő. Hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek magyarság feltámadásában. Hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban,
hiszek magyar. Úgyhogy elviszlek benneteket a világ végére is, hogy közösen, büszkén emeljük közösen a magyar zászlót a dugó legmagasabb fokára. Előjáróban annyit szeretnék mondani. Azt bekapcsoltad? Előjáróban annyit szeretnék mondani. Az előadásomnak akkor lesz értéke. Akkor lesz értelme itt lennem ma. Ha több, mint a nézőknek a felének a végén könnyes lesz a szeme, azért, hogy magyarnak született, és ezért boldoggá válik ma este. A mi lelkünk egy másik világot fog megteremteni. Magasra rakom a mércét, és előre elmondom, hogy sokaknak könnyes lesz a szeme a büszkeségtől. Ha ez így lesz, akkor volt értelme ide jönnöm, és én azt szeretném. Hadgyulánásról érkeztem, harci célistáló újjász vagyok. Valamikor gépész üzemmérnök voltam, de eldobtam ezt a világot. Annak idején 12 éves volt a fiam, és úgy nőtt fel, hogy az apja nem látta születésnapján és névnapján. 20 évvel ezelőtt a takarító Miska bácsi, aki nálam dolgozott, 150 ezer forintot keresett, a kombányosaim 20 évvel ezelőtt 300 ezer forintot vittek haza. 20 évvel ezelőtt én naponta 2,5 millió forintot kerestem. Ezt a világot eldobtam magamtól. Ma szegény vagyok, de sokkal boldogabb. Eldobtam magamtól ezt a még világát, mert a gyermekem úgy nőtt fel, hogy nem volt ott az apja a születésnapján, névnapján. És egy másik világot teremtettem meg magamnak. Egy olyan világot, ami a múlt tiszteletéről szól. És most ezt a világot fogom nektek megmutatni. Hamarosan bekapcsolódik az a projektor, hanem akkor dobunk bele egy másikat, és elviszlek benneteket ezeken a filmecskéken keresztül ebbe a világba. Megtanultam úgy lőni, hogy az ellenfelének esélyesen legyen legyőzni engem. Minden nap ezret lövök. Egy évben 365 napból 200 nap biztos, hogy naponta ezret lövök, egy évben körülbelül 200 ezret lövök. Azért, hogy életem része legyen a kilőtt nyílvessző. Ahogy nektek a levegővétel. Egy pillanatra kicseréljük azt a projektort, hogyha nem indul. De elindult. Úgyhogy gondoljátok el azt, hogy amikor figyeltek a levegővételre, akkor elszámoltok 30-40 másodpercig is figyelitek a levegővételt, a végén majdnem megfulladtok. Én lövök azért minden nap ezret, hogy életem része legyen a lövés. Hogy ne kelljen figyelni rá. És akkor is tökéletesen elhagyom azt a nyílvesszőt. Amikor semmi más nincs, csak az utolsó nyílvessző van az idegen, és ott vannak a világ legnagyobb lövői, hogy legyőzzenek engem. És most akkor induljunk el a zászlónk becsületére. Ezt a kapcsolót, amit az imént lekapcsoltatok, azt ne kapcsoljátok le. Hat nyílvessző van a tegezemben, és van nálam így is. Köszönöm szépen. Hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Harcolni a zászló becsületéért. Ez jutott nekem. Légyáltalan világot kínáltó Mongóliáig, Törökországtól Amerikáig, Kanadától Ausztráliáig, hogy megharcoljak bárkivel világversenyen ezért a zászlóért. Árpád és a harcosai zászlójáért. Az én zászlóm ott lobogott, a szkíták, a hunok, Árpád, a hunyadiak, a rákóciak zászlóján is. Ugyanazzal a szívvel dobogott. A zászlónk becsületére harcolni. Nincsen számomra hely, hol fejem lehajthatnám. Egy határ, mi elválaszt kedvesemtől, de szívem hazajár. Ahogy mondtam, minden nap ezzet lövök. Hogy fel legyek holnap, holnap után is készülve arra a harcosra, aki majd meg akar velem mérkőzni a zászlója becsületére. Csillagokra hideg a keleti szél, de hiszem, hogy egyszer még
senki nem leszel többé. Határ minket el nem választ, hisz egy nyelven szólunk az Istenért. Trianontól szenved a magyar, mondd miért hagytuk, miért? Miért hagytuk, miért? Miért lehettek nekünk is nemzetárulóink? Miért engedtük azt, hogy országhatárokat húzzanak a földjeinkre? A földjeinket viszont hiába húztak rá országhatárt, az a föld mindig magyar föld lesz. Az idők régezetéig. Mindenkinek a saját területén. Holnap jónak és még jobbnak kell lenni. Nekünk erős nemzetre van szükség. Béke van, barátság van, de ezt a békét, barátságot csak az erős népek tudják megtartani. Ezért kell mindegyikünknek valamiben nagyon jónak lenni. Meg kell mutatni az összetartozásunkat. Válvállvetve egymás mellé kell állni pénz, politika, intézmény nélkül. És meg kell mutatni az egységet, a magyar szívet, a büszkeségünket. Hány ember halt meg ez a zászlóért? Gondoljátok el, az Zrínyiek, Hunyadiaknak mi esélyük volt csak? Csak a szabjájuk esélye volt, hogy megvédjék ezt a földet. Mi pedig milyen jó világban élünk. Nem kell az országhatárra vinni a gyermekeinket, hogy megvédjük. De csak az erős népek maradnak meg. A gyengéket mindig eltaposták. Ezért kell nekünk erősnek lenni. 2011-ben egy világbajnoki döntő után Dél-Koreában vagyunk most. Odálltam a harcosok elé és megkérdeztem. Van valaki, aki szeretne a zászlója becsületért kiállni ellenem? És akkor kiállt ellenem, napszemüvegbe, szalmakalapba, strandpapucsba, pólóba ez a harcos, egy mongol harcos. 75 méter a főben, egy 8 centis, egy pohárka nagyságú kosárka van kirakva a főbe. Ez az úgynevezett nadámlövés. És most egymás ellen harcolunk. Ez az ember 40 lövésből 38-szor mindig eltalálja a célt. És eljött a 40. lövés. És a 40. lövésnél megremegett a keze. Három piros, 8 centis kosárka van a fülbe. Azért lövök minden nap ezret, hogy az utolsó pillanatban, amikor csak egy nyilvessződ van, azt a nyilvessződ úgy tud kilőni, hogy senki nem tudja kilőni a világon a zászlója becsületéért. És itt ez a pillanat. Eljött az a pillanat, amire várok. A felkészültség az íjak nyilvessző készítése után csak rá kell raknod, és hinned kell a Jóistenedbe. Három piros kosárka, 75 méter a fülbe. 8 centi. És csak a középsőt szabad kilőni. Érkezik a nyilvessző. A múlt tiszteletére. A te kezed sosem remeghet meg. És a farkas öröme. Világbajnok, 20-szoros világrekorder, 3-szoros Eurázsia bajnok harci íj céllövő. Harci volt íj már céllövő. Szó egyébként ő róla ebben a műsorban. 2016. szeptember 30-án a Füzéri Vár bástyájáról egy 315 méter távolságban lévő célra adott le 15 lövést. Ezzel itt a cél. És egyben véletlenül a világ. Ezt látom a bástyáról. Leadott távolsági íjlövésének rekordját állította fel. Igen. A Füzéri bástyalövés, látjuk gyakorlatilag próbalövések nélkül, harci nyilvesszőkkel. Ez azt jelenti, hogy egy olyan távolságból lövök, 315 méteren van a cél, hogy mögötte 15 méterrel érik az egyszerű emberek a hétköznapjaikat, mögötte egy posta van, és ott vannak a járókelők, és a kerítés 15 méterre van a céltól, és ott ül a feleségem, és a világ legjobb víjászlánya, királylány, hogy én hívom Prokaj Kira, a fiam párja. Hány centiméter pontossággal talált célba? Most az a kérdés, hány centiméter pontossággal? 15. Hány centiméter pontossággal találom el a célt, az a kérdés? Azért mondjuk, próbáltam meg 15-ször, hogy betaláljon. Mint a vágatlan az utolsó lövés. De ez jó volt, ez az első megjegyzés. Látod megint? Ez az első 400, mit mondtam? 13. A 420. 7 centiméter. Több vagy kevesebb? Több. Tuf, 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 tuf. 315 méterről lőtt.
egy íjjal. Még akár egy széllökés is, vagy egy madár arra megy, akkor is egy picit arra megy azért egy ilyen ívesző. Így is 68 cm pontossággal talált célba Mónus József, ami szenzáció... Tehát 315 méterre a céltáblából 68 cm a közepétől találtam el a nyílvesszővel. 15-öt lőttem, 15-ből a nyílvesszők ilyen 3-4 méter távolságban voltak, és egy pedig pontosan a céltáblától 68 cm a közepébe. Ott van az a céltábla. Gyakorlatilag is egy barátom épp most megmutatja, hogy hol van a nyílvessző. 315 méterrel. 7 darab 4 méteren belül, 3 darab 2 méteren belül volt a nyílvesszőknek. Vagy világversenyen legyőzök mindenkit, vagy kiállok egy bástyafokra, amit most látok éppen, meg láttatok. Ezek az úgynevezett bástyalövések, amikor itthon Magyarországon az egyszerű embereknek is megmutatom, hogy milyen volt akkor régen a harcaimban az íj használat. Egy rendkívüli távolságból, egy rendkívüli... Süvegen vagyunk most. József, a farkas következik. 200 méter. Itt van süvegen, és egy lélegzetelállító és nehéz lövést mutat meg most önöknek. Miért is teszi most? Teszi ezt ifjú Pap Imre, a Simegi vár örökös kapitányának. Továbbá a farkas kilőtt nyílvesszői az egykori várvédő harcosaink emlékének tiszteletére repülnek céljuk felé. A harcosok emlékére, akik életüket adták egykori elveikért. Béke van barátságban, de a múltat nem felejthetjük el. És mivel törököt nem rakhattam ki, ezért jelképezve egy török vezéri sátornak a távolságot 200 méterre egy selyempárnát raktam ki. És az volt a cél. Hiszen annak idején el akarták foglalni a földünket, a várainkat, ma béke van velük, hál' Istennek, barátság van velük, testvéreinké váltak, de ami volt, az volt, és a múltat mi nem felejthetjük el sosem. És ezért mutatom meg ezt a lövést, az úgynevezett süvegi bástyalövést. 200 méterre három párnát láttok majd. A három párnak közül most a jobb oldali, a zöldre fogok majd lőni. Három párna, most fehérnek látjuk a jobb oldali párna. Mindjárt majd meglátjátok jobban. Látjátok, hasonló öltözetben, amiben vagyok, ilyenekben szoktam lőni a versenyeimet, vagy ilyenekben lövöm a bástyalövéseket. Nézzétek ezt a látványképet. Sümeg, egy fantasztikus hely. És ott van egy nyílvessző az íjadon. És itt már senki nem fogja a kezed. Csak te vagy és a cél, senki más. Kettőszáz méter. Jobb oldali párna. Érkezik a nyílvessző, itt jön. Katonák, hova mentek katonák? Pont így. Együtt sírnak az anyák, katonák, lángban konyhok, paloták, téldre hullnak, elmúlnak a fák. Másik gyönyörű látványtép, nézzétek a küzdőtér. 10 évvel korábban itt jártam, és akkor elterveztem, hogyha majd érdemesnek találom magam rá erre a lövésre, akkor eljövök. Itt van az a lövés még egyszer. És a falkasorítás. És jön a királylány, a fiam párja, Kiara, és megmutatja a hajdunánál zászlójával a találatot és a boldogságot. A zászlónk becsületére. Balatonpart. Még mindig nagy várzsonyon vagyunk most. Egy csülökfesztiválon vagyunk. 100 méterre a bástyától kiraktam egy fehér terítőt, egy lepedőt is, hogy stílszerűek legyünk, egy készfejnagyságú csülök van a lepedőn. Most arra fogok lőni úgy, hogy a vásározók közben élik mindennapi dolgaikat. Szóltam neki, kicsit menjetek arrébb, két srác arrébb ment 3-3 métert, mondom, ti nem vagytok normálisak. Hallgassátok a nótát. Esküszünk a nemzet magyar istenére,
piros a kinizsiván. Zölddel írjuk fel az égre. És ott a csülök. Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta, ősi országunkat együtt vesszük vissza. Büszke szemmel nézzük Nimród király fényét, az égen győzik. És most elvisznek benneteket egy másik bárcsörülés helyszínén, az úgynevezett egri bárcsörüléshez. A politika úgy hozta, hogy akkor... A lényeg az, hogy maga módján a kilőtt nyílveszőmmel kell, úgymond történelmet írnom, és világnak a figyelmét felhívni, hogy a magyarság a mai napig létezik és van. És nekünk föl kell hívni mindenkinek a maga módján a figyelmet arra, hogy valamikor ezen a földön, ennél a bástyának a árnyékában rengeteg ember meghalt, neves és névtelen hős, hogy apjáról ezt a beszélgetést, vagy a holnapi lövést megtehessük. Tehát róluk kell emlékeznünk valójában. Mit gondolsz a holnapi lövésről? Nagyon nehéz lesz, azt gondolom. A dobótér előttem. 180 méterre. Legfontosabb az, hogy holnap el kell, hogy találjam a célt. Azt gondolom, hogy annyi ember kiállt értem, hogy ez a lövés megvalósulhasson. Ilyen szinten egy elég nehéz feladatra vállalkoztam. Én az első nyílveszővel szeretném átlőni a célt. A cél 180 méteren egy ágyújót tartó török harcos lesz, akit szeretnék úgymond megsemmisíteni. Egy pár harcot fognak majd látni a nézők, amikor egy vára meredő ágyúból az ellenfeleink rálőnek a vára, a védőkre, és a védő pedig egy íjjal visszaválaszol. Mikor fog sikerülni az a lövés, mondjuk elsőre? Szerintem akkor, hogyha minden külső körülményt tudok kapcsolni, és valóban csak én leszek is a cél, és senki más. Ez a világ, ez megteremtődik ott, és akkor 15 óra 52 perc holnap, akkor sikerülni kell neki. Mennyire bízok abban, hogy sikerül? Azt gondolom, hogy tudom. Ő a feleségem, a Nomád Olimpia bajnok, a Kirgiziában, sokszoros világbajnok, világrekorder, Anna. Zrínyi Ilona unokája. Nem, Kassai Lajos, és példát kell vele mutatnom, mivel ő is íjász, és lám-lám, íjász és íjász között is lehet önzetlen tisztelet, ami kettőjük között mindig megvalósult, pedig ők valahol a világ két legnagyobb íjásza. Kassai Lajos a világ legnagyobb íjásza, Jóska pedig a világ legnagyobb céltávlövő harci íjásza. Egymás válvetve segítik, biztatják, nem irigykednek egymás ellen. Lajos felhívta Jóskát és közölte, hogy holnap szurkol neki, gondolatban vele lesz, és meglátja, hogy minden jól fog sikerülni. És ezt azt kell mondanom, hogy szerintem ők azért a világ legnagyobb íjászai, azért tudnak a világ legnagyobb íjászai lenni, mert nincs a szívükben irigység, mert egymásnak hű barátai. Kassai Lajos. Rólunk mesél, rólunk szól. Itt pedig a királylány, a fiam párja, sokszoros világbajnok, világrekorder, íjásznő. Közepének mondható. A legfőbb cél ezen a ágyúgolyó cipelő török harcos lesz. Ő lett a központja ennek a képnek. A lövés helye pedig Eger várának az ágyú dombja. Olyan nagy politikai nyomás nehezedett erre a lövésre, politikát próbáltak erre ráhúzni, hogy veszélyes, veszélyeztetek, stb. Ezért hajnalban 4 órára minden kétkedőt kihívtam oda, és fölvittem egy darab nyílveszőt, és fölmentem a bástyára. Egy próbalövést lőttem. A tömlöc mély és barlang. A dobótér üres. A kétkedők, újságírók lent vannak. Elmúlt az ég. Reggel 4 óra. És hív a fény, mely majd elég. És fel van egy nyílvessző. Ős kincset tár. Az erdő felhív,
Ezen a reggel farkas ordításra keltek az egriek. Az első lövéssel sikerült pontosan előni a célt. Cél Múnus József számára, amit ő könnyedén meg tud valósítani, és el tudja lőni erről a távolságról a célt. Hiszen többször megmutatja a világnak, hogy nemzetközi versenyeken, külföldi nagy megmérettetéseken ő ennek többszörösét képes szintén sikeresen végrehajtani. És eljött 15 óra 52 perc jelképezve 1552-t. Annak idején Dobó megmutatta a fekete koporsót a töröknek, én megmutattam a fekete béget, Nádasdy Ferencről elnevezett íjamat a célnak. Ünnepelni jöttünk ide. Ünnepelni a diadalra. Annak idején ez a bástya, ez a vár Magyarország volt. És a Dobó és az orosz lányai megállította azt a tömeget, ami el akarta venni az asszonyainkat, gyermekeinket. Ünnepelni jöttünk ma ide. Én a saját módom, én egy kilőtt nyilvesszővel szerettem volna történelmet írni a múlt tiszteletére. Sok ezer ember fenn a bástyán, és sok ezer ember lent a célnál. Ünnepel, bátorító szép mosolyát, leád ragyogtatja, bársony. Mindenki várja a lövést. Némán csöndben. Rengeteg zászló van, lent a küzdőtéren, a téren, fent a bástyán. Minden zászló másik irányba fúj. Akkor is szerest, ha sorsod rosszra fordul. Tisztelegni az őseinek. Történelmet írni akár egy kilőtt nyilvesszővel, ezért jöttünk ma ide. Annak idején Zrínyi, mikor neki ment a töröknek, felvette a legszebb ruháját, legfényesebb szabjájával neki rontott. Én felvettem legdíszesebb ruhámat, elővettem íjamat, nyilvesszőmet, és fölmásztam a bástyafokra. Kértem a jó Istent, hogy csak én legyek, és a cél senki más. És ha ő segít nekem, akkor ezt a lehetetlen lövést, hogy egy nyilvesszővel 180 méterről a török harcost lelőjem, a múlt tiszteletére. Elhinni is nehéz, meglőni lehetetlen, 15 tévétársaság van mögötted, itt a fiam. De most hallgassuk Dobó esküjét. Minden örömmel a várat megvédem, élve el nem hagyom, fogánynak nem adom, a magyarok istene engem úgy segélye. Erőd és forté, meg nem félem légy. Meg nem tártorít pénz, se ígéret, és a vár feladására való minden hajlandóságot sújtsa erős, jogos, halálos ítélet, a haza nem eladó! Veletek maradok minden rosszban, nem kérek olyat, mit magam nem tennék. Ha nem így cselekszem, vessen ki a föld, és ne érdemeljen ki az Úr örök kegyelmét. Esküszöm, hogy véremet és az életemet a vár védelmében meg nem kímélem. Magamat élve én meg nem adom, az örök Istenem úgy segélyen. És elindul megállíthatatlanul az a nyilvessző, amelyben benne van a hited, a múltad, a büszkeséged, a gyermekeid jövője. És megteszed, amit szerettél volna. Ünnepelni szerettél volna. A cél egy kicsit lecsúszott, de látjátok, full arclövés volt a lövés. Csak lecsúszott az a vászon, azért volt a süveg, de egy a fene. Büszkék voltunk. Nehéz volt, de megtettük. Történelmet írtunk egy nyilvesszővel. Az íjat Egernek adományoztam, ami a Dobó bástyán lesz kiállítva majd, aki lesz. Hirdetve a magyarok büszkeségét, az idők végezetét. Boldogok voltunk. Nehéz volt, de büszkék voltunk. És azok vagyunk ma is. Tettünk valamit a magunk módján.
És azok a gyerekek, akik látták ezt a lövést, sokáig bízok benne, hogy nem fogják elfelejteni a zászlónk esetén. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék. Mindenféle szélnek aragosa volnék. Akkor lennék boldog, a farkasok, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek. Most egy kis filmecskét szeretnék nektek megmutatni, amikor részben más beszél rólam. Gyertek velem! Mónus József, fehér farkas. Többszörös világrekorder távlövő íjász. Eredeti szakmáját tekintve gépészmérnök Hajdúnánáson él. Az íjászatban olyan eredményeket ért el, amelyekkel örökre beírta nevét a magyar sport, illetve hagyományőrzés történetébe. Világversenyeken a világ összes harcosát párbajra, versenyre hívta ki, és eddig mindenkit legyőzött. A Bugaci pusztán több ezres nézősereg előtt 453 méterről talált az embernagyságú célba, 5 kilőt nyílveszőből. Az Amerikai Egyesült Államokban rendezett távlövő World Archery világversenyen 918 méteres távlövésével pedig kategóriájában abszolút világcsúcstartó. Elképesztő eredményeit látva szinte hihetetlen, hogy csak 2006-ban fogott először íjat kezébe. Azóta megkerülhetetlenné vált a harci cél és távlövő íjászatban, minden korábbi rekordot túlszárnyalva lett többszörös világbajnok és világcsúcstartó. Mindehhez nem csupán már-már fanatikus elhivatottsága, kitartása, ereje, hanem óriási hite is hozzásegítette. Meggyőződése, hogy hite, valamint nemzeti múltunk egészséges tisztelete a zászló szolgálata miatt emelkedik ki a többi íjász közül. Sok ember fiatal és idős számára lehet példakép, nem csupán az elért eredményei okán, hanem azért is, mert emberfeletti munkát végez azért, hogy, amint maga mondja, a győztes jogán emelhesse magasba a magyar zászlót. Szilárd eszmeiségét nem csak sport teljesítményével, hanem fáradhatatlan országjárással, előadások és motivációs eseményeken való részvétellel is népszerűsíti. Harcosnak tartja magát, hiszen az íjászatban régen is csak két opció létezett, a győzelem vagy a halál. Nincs edzője, sohasem készült íjásznak, Nyugat-Európa és Ázsia mégis az ő nyilaitól retteg. Hölgyeim és uraim, következzék a világ és Európa bajnok, sokszoros világrekorder, táv- és céllövő íjász, fehér farkas, vagyis Mónus József. Harci cél és távlövő íjász, ugye ez a sportágának a neve. Nevezzük így, igen. És egyáltalán sportágnak tekinti? Abszolút nem. Nem? No, hát akkor ezt egy kicsit fejtse ki, legyen szíves. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Mongóliában 2012-ben Genghis Khan területén, Kasszár földjén, egy ázsiai versenyen kiraktak egy táblát a vendégországoknak 510 méterre, hogy lőjetek nagyobbat, hogyha tudtok. És ezen a mezőn 653 métert lőttem. Gyerekkorunktól ott motoszkál a fejünkben. Mi az én álmom? Mi leszek, ha nagy leszek? De vannak néhányan, akik minden nap újra és újra felteszik maguknak a kérdést. Még akkor is, amikor már senki a kortársaik közül. Ők a bátor újrakezdők. Mónus József, történelmi harci cél és távlövő íjász vagyok. A gazdasági világomban, amikor gépész üzemérnökként dolgoztam, azt gondoltam, hogy már mindent elértem. Minden olyan dolgot megcsináltam, ami számomra a boldogságot okozta. És ez a világ, ami már összefolyt a gazdasági érdekkel, a pénzvilágával, túl sok volt számomra. És egy másik világot akartam keresni, ahol nyugodtan, békésen tudok élni, azt gondolom. Gyertek erre most a Niagara vízesést, mikor átlőttem.
csak 400 méter, 420. Harcolni a zászló becsületéért, világversenyen kell legyőzni mindenkit a világon, és felemelni a győztes jogán a magyar zászlót. Van ennél szebb? Magyar embernek, meg számomra nincs. A fiam és az ő párja Kiara épp átveszik most a világbajnoki aranyérméket. Kiara Semmelweisen tanul, 4/4 éves kitanult tanuló, fiam pedig hegesztőmérnök lesz, de ugyanakkor a világ legnagyobb lövőjéről beszélünk most. A sósivatagban vagyunk Amerikában, az Amerikai Egyesült Államokban. Szalonna sütés ott is ugyanolyan, bár most Yellowstone-ban vagyunk éppen. Ezt is átlőttem éjjel a kezemben. Az álmat, családomat, na és a jó barátokat, ezt mind szeretem. Egy bástyövés mutatok, picit másképp. A forgatókönyvet már ismeritek. Előveszel egy íjat, fölmész a bástyafokra, a nézők helyet foglalnak, kiaráik leszúrják a célt, az emberek körül, 20 méterre vannak az emberek, és ott fent a bástyán várom, hogy előhessek. Úgy, mint régen. Harcolni a zászlónk becsületéért. Diósgyőrbe vagyunk. Egy gyönyörű nap. Annak idején, mikor megtámadhatták a földjeinket, harcosaink oda mentek a bástyára is, megállítottuk a betolakodókat. Ha kellett, egy kővel. Ha kellett, egy kanállal, vagy bármivel. De megvédtük a gyermekeinket. Megvédtük az asszonyainkat. És holnap is meg fogjuk védeni. Fölvittük a zászlóinkat. És vártuk az érzést, hogy csak én legyek is a cél. Van egy óriási különbség. E között a lövés között, meg mint 500 évvel ezelőtt. Az én céljaim ne lőnek vissza. De ezt a népünknek köszönhetjük. A magyar népnek. Esküszöm, hogy a haza érdekében a várat minden erőmmel megvédem. Élve el nem hagyom, pokánynak nem adom, a magyarok Istene engem úgy segéljen. Erő és botré, meg nem félem mi. Meg nem tántorít se pénz, se ígéret. A vár feladására való hajlandóságot sújtsa erős, jogos, halálos ítélet. Veletek maradok mindenhozban. Nem kérek olyat, amit magam ne tennék. Ha nem így cselekszem, vessen ki a föld! Ne érdemeljem ki az Úr örök kegyelmét! Esküszöm! Esküszöm, hogy véremet és életemet a vár védelmében meg nem kímélem! Hogy véremet és életemet a vár védelmében meg nem kímélem! Magamat élve én meg nem adom! Magamat élve én meg nem adom! A magyarok Isten engem úgy segéljen! A magyarok Isten engem úgy segéljen! Életem során rengeteg kitüntetést kaptam, de legnagyobb kitüntetés az ilyen emberek barátsága, akikkel tudod, hogy ugyanazon az úton mész, jársz, és amikor kell, akkor ott áll melletted. Lajos Kassai Lajos, a világ legjobb íjász, a jó barátom. Azt gondolom, hogy életünk céljává tettük azt, hogy megmutassuk a gyermekeinknek a büszkeségünket. Megmutatni egy olyan eszközt, ami a múlt éveiből fakad, a múlt történelméből fakad. Tényleg végigjártam a világot, és mindig boldogságot, boldogságot, boldogságot szerettem volna adni az embereknek. Egy kilőtt nyilvesszővel is akár. Ne adnék meg az ellen.
feleségnek, ne higgyél a rossz meséknek, védd meg hát ezt a szép hazát. Nézzétek ezt a zászlót, ezt Hajdú Vihar harci zászlója. A közülése elnöke felszentelve adta ide, és a következő pillanatban már Eurázsiai Bajnokságon emelem fel győztesként ezt a zászlót, hirdetve a magyarok büszkeségét ezer lövő közül. Az a zászló, ami itt van az asztalon, több mint 200-szor emeltem fel a győztes jogán. Ma nincs ember a világon, aki kiállt ellenem harci tálóészetben, és világversenyen ne győztem volna le. Nincs ilyen ember, egy sem a világon. Dél-Koreában vagyunk világbajnoki döntő után. A fiam és az ő párja, Kiara. Az én jövőm. A nagy titkok őrzői. Most épp most kapják meg kitűnő tanulmányi egyetemi tanulmányaik, és a világbajnoki címeik alapján egy egyetemistának és sportolónak járható legnagyobb kitüntetést, a magyar aranyplakettet a győztes jogán. Járom a világot. Köszönöm. Járom a világot, és ahol tehetem rendezvényeken, megmutatom ezeknek a lövéseknek a módját, lehetőséget. Megmutatom az embereknek közelről egy kilőtt nyilvessző boldogságát. Általában a magyar ijász társadalom 38-40 fontossal lő. A legerősebb íj, amivel világrekordot lőttem Amerikában, 150 fontos volt. Aki ijász, az tudja, 150 font az olyan, mint egy bivajt felemelni, félkézzel. Ezekkel az íjakkal, saját készítési íjakkal, nyilvesszőkkel harcolok a zászlónk becsületéért. Rengeteg barátom van, itt van egy jó barátom, Lajos, egy nyilvessző készítő, egy nagyon egyszerű ember, aki szintén benne van az a szív, ami hozzáteszi azt, hogy holnap után is kitűnő mesterei legyenek ennek a földnek. Magyarországon, magyar földön nagyon jó íjak készülnek, és most mutatok nektek egy hajdúnánási zászlórúdlövést, gyertek! Ez az én városom. Gondoljátok el, egy zászlórúdlövés, 5000 ember van a téren. És itt meg kell mutatni egy kilőtt nyilvesszővel. Nézzétek a feleségem, Zrínyi Ilona unokája. Nagy világon, e kívül nincs máshol helyet. Itt fogadtad szívedben az írást és a gondolatot. Tudjátok, otthon milyen nehéz lőni? Elképesztő. Itt mindig mindenki elvárja, hogy eltaláld a célt. Itt mondják neked, elvakult, sötét lesz. Négy zászló, és középen van egy ötödik. És az ötödiket kell előni, a középsőt, a full centerbe lévő zászló. Gyertek velem most! Ne törődj vele, hogy mit mondanak. Kell idő a nyilvessző mögött emberek vannak. 15 méter a cél mögött emberek. Én csak a zászló rúd állíthatja meg a nyilvessződ, így. A zászlónk becsületéért, bár kell a világon. Hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad. Ne feledd el, hogy szabadnak születtél. Egy zászló mindenek felett. Egy nemzet, ami büszkeségünkért. A magyar. Ne hagyd, hogy lelked mérgezzék a hazug előítéletek. Ne hagyd, hogy korlátok közé szorítsák szabad szellemet. A kölcseid is Vörös Marti nyelvén szól az éneket. És a győzelmet a jó lövés meg kell ünnepelni. Nézzétek, ahogy a sólyom száraz jégem, úgy van a karod, az íjad, hogy a szárnyai csapja a levegőt. Hiszen mi a turul népe vagyunk, tudjátok. Akinek tartod magad még akkor is, ha szembe fúj a szél. A zászlónk becsületére. Filmecskét szeretnék most mutatni, hogy megértsétek azt, mit jelent ezer lövő közül győzni valahol. Mit jelent Törökországban ezer lövő közé menni? Hogy jól érzékeltessen veletek.
Megvan az a kép, amikor a kerítésen ott lógnak és dobálják be fel a létrákat és szaggatnának szét mindent? Ilyen harcosok, akik a győzelemért akarnak harcolni, ezer közülük ott várnak. Holnap, holnap után is várnak. És én holnap, holnap után is úgy készülök fel, hogy mindegyiket legyőzzem. Most gyertek, elviszlek benneteket ezer lövő közé, elviszlek benneteket Isztambulba, egy olyan földre, ahol nem lehet győzni más embernek. És elviszem a feleségem és Zényi Ilona unokáját. És mind a ketten megmérkőzünk. Férfi és női kategóriában. Az íjaimnak a neve mi lenne más, mint Zényi. Gyertek velem Isztambulba. Elindulunk Hajdún Andrásról, Magyarországról, az 5. hódító kupájára. Az 1453-ban elfoglalták a törökök a keresztényektől, és ennek a hódítás évének nevezik ezt. És a Jóisten megadta számunkra azt, hogy mind férfiba, mind női kategóriában győztesként emeltük fel a magyar zászlót. 64 méterre vettem meg a második helyzetet ezen a versenyen. Hogy mi ezek a lövések pillanatképei, gyertek most velem. Nézzétek az arcomat a lövés előtt. Ott van a teher, hogy mindig mindenki téged akar legyőzni, mindenki rád vadászik. És te pedig friskát akarsz neki mutatni. Ott van, hogy legyen öntudatom, nézzétek, a Hunyadi fekete seregének a zászlaj ott van mellettem. Távlövő pálya. A harc itt véget ért, menj és ébredj. Ezer lövő. Az első nyilvessző, mert mikor kilőttem, beleért a kaftánomnak az ujja. Gyorsan leszaggattam magamról minden ruhát, hogy semmi ne akadályozzon, és lőttem tovább. Nézzétek, egy méter ott van egy kamerás. A verseny után minden videófelvételt letiltottak a törökök. Állami szinten nem tudtuk kivenni, felvenni vagy kikérni a felvételeket. És megtiltották, hogy forgassunk. Ezek a felvételek maradtak meg a versenyben. Törökországban a magyar zászló becsületéért török stílusban akartam legyőzni őket. Nemzetem. 132 fontos íjat használok. 8 gramos nyilvessző. Áthossz! Van még valaki, aki szeretne a magyarok ellen harcolni? De megfordultam, van még valaki, aki szeretne a magyarok ellen harcolni, az most álljon ki, itt vagyok! Jövök befele a lövések után. Letérdelek a magyar zászlóval a múlt nagyjaink emléke előtt, és utána behozom győztes jogán. Ott, ahol ti ültök, 3000 török van. 3000 közéleti török személyiség. És gondoljátok el, és behozzuk a győztes jogán a magyar zászlót. A kurultája zászlót is már ismeritek nyilván. És nézzétek ezek a képsorokat. Ani, az Erdogan miniszternek fiának megmutatja a győztes jogán 60 centiről magyar zászlót. 500 éve is itt vagyunk büszkén, magyarként. És jön, amiért harcolsz, amiért élsz, nap mint nap, amiért felkelsz. Amikor szenvedsz, amikor átlövöd a kezedet, amikor esik a hó, amikor süt a nap, folyik rólad a víz, de te tudod, hogy neked készülni kell azért, hogy mikor meg kell vívnod azt a harcot, akkor ott legyél, és képes legyél rá. És eredményhirdetés következik. By UGGC, traditional all men's flight shooting, second position, Peter Boger, Slovakia, traditional archery association. Geleneksel yay mesafe atışları erkekler birincisi. Traditional bow men's flight shooting first position. Manos Josef. Ezer lövő közül. Beyaz kurt. A zászlónk becsületéje.
Feras Ok ve değerli sporcularımıza ödüllerini tudjátok. A múlt olyan volt, amilyen, azért egyes emberek sosem változnak. Képzeljétek, a verseny után, ugye megnyertem ezt a versenyt, Anni is megnyerte, hazajöttünk boldogan. És a következő évben megint megrendezték ugyanezt a versenyt. És ezt egy kicsit elkalandozok Amerikába, David Crockett, nem tudom, ismeritek ezt a nevet. Egy nagy prémvadász volt, Alamo-t ő védte. Alamo Santana ellen a mexikói határon volt, 13 napig ostromolták Santanaik az amerikaiak. És akkor David Crockett azt mondta, hogy nem tetszik az eredmény, akkor átírják a szabályt. És ezt kaptam Törökországban. Képzeljétek el, megnyertük a versenyt. Meghozták az új szabályt a következő évben, amire 2 hónap volt, hogy felkészüljünk. Az egyik szabály az volt, hogy kizárták a szabályaikkal az íjamat, a győztes íjamat. Utána átírták a szabályt, és kihúzták, átírták a szabályt, és kihúzták a nyilvesszőimet, hogy azzal meg volt festve a nyilvessző, nem lehet festett nyilvessző. Tehát kizárták a nyilvesszőidet. A legdurrább viszont az, ezzel 3 ujjal húztam. És kizárták a 3 ujjamat, azt mondták, csak hüvelykel szabad lőni. Erre most mit mondjak? 2 hónapot készültem, egy kategóriában engedték a 3 ujjamat, hogy gyertek velem, nézzük meg, menjünk el, és harcoljunk együtt az ászlunk becsületére. 2018-ban újra. A Janicsár induló, ezt hallhattuk annak idején, Eger falai alatt is. Szegény magyar nép, téged itt már még mögém sem állhatott videókamerával senki. Tövisekre lép, kivetítőről van ez a kép. Szép déli bábos rólánál. Ugyanaz a ruha volt rajtam, mint ami itt van rajtam. Én hegedű, szél szakogja a nótáját. Az íjamra előre ráírtam a 6. hódító kupája győzelmét. Egy zényi volt ez az íj. Isztambulban vagyunk természetesen. És egy felvételt nem tudtak letiltani, ez pedig ez. Itt van miniszterelnök úr. Gelenini takdim etmek üzere Okçular Vakfı Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Kalender Beyefendinin sahneye teşrifini arz ediyorum. Limitli erkek menzil kategorisinde 3. olan isim Türkiye'den Volkan Aslan. 2. olan isim Türkiye'den Ömer Çağlayan. 1. olan isim Macaristan'dan Josef Mamur. A zászlónk becsületére bár kell a világon, ha kell, életre halára is. A gyermekeink jövőjéért. És megmutattam hajdonál zászlóját 2 levágott török fejjel. De csak azért, mert az a nemzet szabad, aki szabadon felemelheti a zászlóját. És elhoztam most nektek a hódító kupáját 1000 lövő közül. A ti tiszteletekre! Van álmodtam, jó lenne szeretni, legyen olyan hely. A zászlónk becsületére. Hol jó magának lenni. Hajdúrárás városháza. 200 győzelem trófeája vannak kiállítva. Nagyon városházát kell majd építeni, mert kevés a hely. Pedig gyönyörű van otthon. A zászlónk becsületéje. Legyen végre sok ember, kik tudják, hol megy ország. Az lesz az a hely, mit úgy hívnak Magyarország.
megdöbbentő számot hagyd mondjak. Remélem megdöbbentő. Több mint egy órája vagytok itt. Már majdnem vége van, de még egy pici türelmet hagyd kérlek tőletek. Ha már harc, ha már verseny, ha már sportoló, hogy véletlenül se tévesztetek össze bennünket sportolókkal, mert mi nem vagyunk azok. A farkasok, a feleségem, a királylány Kiara és az ő pálya Laci és én nem vagyunk, vagy farkasok vagyunk és nem vagyunk sportolók. Nem olyan régen Gyurta Dániellel találkoztam és mondtam neki, hogy gyerek fejjel szinte 14-be nyert egy olimpiai ezüstérmet. És hogy te milyen boldog voltál, amikor felértél az ezüstéremre. De mondom, nekünk farkasoknak ez a halálunk a második hely. Gondoljátok el a múltban. Aki második volt, az ott maradt a harcmezőn vérbefagyva. Tehát mi mindig csak a győzelemmel harcolunk. A győzelemért, az ászlunk becsületően. Hogy mennyire nehéz ez a harc, hogy mutassa meg a feleségemet, amikor Kirgíziában van. Amikor egy lapra kell fölrekni egy nyilvesszőt, hogy harcoljunk a magyar zászló becsületéért. 2800 sportoló, 72 ország, 78 sportág. Gyertek velem Kirgíziába a Nomád olimpiára. The third World Nomad Games is now on. Nearly 3,000 athletes are taking part in testing their mettle in a wide range of traditional sporting disciplines. Nézzétek, itt minden a harcról, a küzdelemről szól. Ti láttok amúgy ott középen? De téged jól lát. Van nekünk egy zászló. Csak szóltam, hogy láss. Minden tépednek. Ha is a magyarok. A színe. A karikás. És a magyar csapat. Akármilyen a szél. Álmaimban álmodtam, jó lenne szem. És egy eredmény hirdetésre várunk. Legyen olyan hely, hogy jó magyarnak lenni. Az gacsát a túlcsa, szab túltaj mazdön. A ember a rasznál csempiono. Birinc ordu bandırıp altın ve dalmenen Vengriyalı Anna Maria Monusne. A Zrínyi Ilona unokája, azért csak megnyerte. Mi volt a lír? Ria! Hegy oldal, hasogta a magyarokat. És a Nomád olimpia aranyérme, a győztes jogán. Egy zászlónk, mit nem tépednek szét, a színe maradnak, akár milyen a szét. 88 fontos sallőt, Tani. Mindig tudtam, hogyha be akar jönni az ajtón, kinyitom előtte, mert ha becsukom, a kerettel együtt jön be, inkább kinyitottam. Jaj, az ellenfelének, én már csak tudom. Nagyon fontos dologról beszélni. Menjünk el most az egykori földjeink helyszínére, történelmi földjeink helyszínére, amire országhatárokat húztak. Emlékezzünk most gondolatban is a hőseinkre. Gyertek velem!
Ez a föld, amin álltok, vagy állunk, az magyar föld volt, és lesz mindig. A székely hadosztály. Mindig magyar lesz, és székely. Lehet rá országhatárokat húzni, de a múltunkat, a hitünket nem lehet elvenni. Ahol véző lelkeinkből szól a mi atyánk, Uram, áldj meg, s adj békét nekünk. S ha a bosszú vad kezével átkot szórna ránk, ne a fegyvert fogja remegő kezünk. Ezért kell erősnek lenni. Lélekben, összefogásban, egységben, tudatban. Sebre végső gyógyulás, túl sok idegen kézzel gyalázott a múlt. Adj az ősi földön nekünk végső megnyugvást, ha az ég felettünk végleg beborul. Mennyi hamis kereszt méltatlanul tőle az ég felé, annyi gyáva ember lesz majd semmivé. Ahol vérző lelkeinkből szól a mi atyánk, Uram, áldj meg, s adj békét nekünk. Népet, akit harcban legyőznek, az újraélet. Aki lemond a szabadságáról, az örökre eltűnik a történelemben. Meg kell tanulni végre, meg kell tanulni Istenbe hinni, barátban bízni, családért élni, hazáért halni, utolsó éli, küzdeni végig, meg kell tanulni. Mindig a jövőre kell, mindig az életre kell készülni. A zászlónk becsületéért bárkivel a világot. Rövid filmecskiken keresztül igazi versenyhelyzetekre és lövések nehézségét akarom filmecskéken keresztül példával megmutatni számotokra pár perc erejéig. Egy világbajnoki döntőre visznek el benneteket Dél-Koreára. Egyszer már mutattam, amikor 75 méter kín vannak azok a kosárkák. Most megmutatom nektek, világbajnoki döntőben, csapadöntőben vagyunk, amikor nem hibázhat a farkas. Több lövés egymás után, lövések után, lövők után. Gyertek velem egy világbajnoki döntőben. Dél-Korea. És ez a bizonyos magyar zászló, amit itt láttok, ami 200-szor emelkedett fel a győztes jogán. Jó barátaim, postapaik, a magyar csapat. És az a bizonyos piros szőnyeg, ami nagyon-nagyon nehéz ám akkor lőni. Méterre, az a piros kosárk ott van. Itt vannak a mongolok, itt vannak a japánok, a dél-koreaiak, elképesztő harcosok. Amikor érzed a lehelletét, érzed a verejtéket, látod a kilőtt nyilvesszőt, ami mindig célba talál, és legyőzni őket, tudjátok, király, most is a hideg, akarom ezt a harcot, akarom ezt a vágyat, hogy megmérkőzzek el ez a zászlóért. Első nyilvessző. Nézzétek. Utat tör a zászlónk becsületéért. Teli találat. És a farkas üldése.
Jönnek a japánok, a szamurájok, ivadékai. Elképesztő lövők amúgy. De mi magyarnak születtünk. Senki nem fogja a kezed. Naponta 1000 lövés. Hogy életed része legyen a kilőtt nyilvessző. Csak te vagy is a cél. És tudod, hogy nem hibázhatsz. Ott van. Pedig az a piros szőnyegen nagyon nehéz lőni. Higgyétek el. Mögöttünk nincsen politikai intézmény, nincsen pénz. Egy kis műhelyben készül a világ legjobb íja nyilvesszői. Egy-egy világbajnoki nyilvessző akár másfél millió forintba kerül a családomnak. Más házat vesz, vagy autót eszi, meg kimegyek Amerikába, hogy megmérkőzzek ez a zászlóját. De büszkén teszem, holnap és holnap után is, hogy legyőzhessek mindenkit a világon ez a zászlóját. Mongol harcos barátom, kétszer volt világbajnok. Kétszer kellett embert ölni azért, hogy megvédje a népét. Igazi harcosok vannak itt mellettem. És megtisztelő volt ilyen harcosok között legyőzni ezeket a harcosokat. Van fönn egy léggömb. A léggömbre rá van írva a rendezvény. Felnéztem, hogy észnél legyek, hogy miért jöttem. A kockázatok a közepére az nagyon nehéz. A biztosat választottam, a szélét. A szélét mindig előttem. A közepe mindig nehéz. Elég két pont is. És sikerült. A jó Isten belerakta a nyilvesszőmet. A zászlók becsületéért. És a farkas boldogsága. A zászlók becsületéért. Megmutatom nektek életem talán egyik leghíresebb lövését. Elviszlek most benneteket Mongóliába. 1226-ban volt egy harcos, aki 503 métert lőtt, Yisukei. Genghis Khannak volt egy testvére Kaszár, és az ő fia volt Yisukei. Gyertek vele most Mongóliába. Áldott te föld, és áldott te a farkasok, de róluk már meséltem ma nektek sokat. Nézzétek Isztambul, tudjátok, a hódító kupája. Aztán a másik hódító kupája. A feleségem, amikor szintén megnyert ezt a hódító kupáját. A gyerekek, akiknek elárultam a nagy lövés titkát. Ki arra, amikor megnyeri a világbajnoki címét? Egy másikat. Aci is egy másik világbajnoki címet. Ebben az éven apróbó augusztus 18-án, azt hiszem akkor lesz, 8 világbajnoki címet fogunk győzni, lőni a magyar zászlónak. 8-et a farkasokkal. Május 28-án, jó Isten megsegít, ismét hazahozom a győztes jogán a hódító kupáját. Csak írják ki a kategóriámat. De ez kell a jó Istenen nyilván mindig. Zrínyi Ilona lánya, unokája. Nézzétek a merverős harcosok, nézzétek ezek a mongol harcosokat, itt csak az erő számít. Azért 125 fontos íj azért már megválasztja őket is. Nézzétek, hányszor próbálkozik, akkora, mint egy grizzly. Nem fér be az ajtón a válla. Na ezt nem tudták, látjátok? Ez a fejbedugós dolog. Van még valaki? Nem jöttek sorba állni. Gyertek Mongóliát! Kaszár földjén vagyunk. A mongolok kiraktak egy táblát 503 méterre. Lőj nagyobbat, ha tudsz. Itt van jó barátom Posta Pál, aki már egy másik világban néz bennünket most is. Egy ingával kiingázta nekem, Pali, hogy honnan lőjek.
és onnan lőttem. Itt vannak a románok. Itt vannak a mongolok, törökök, dél-koreaiak, az angolok, a franciák, a hollandok. És itt van a magyar zászló, a lelkemben, és egy íj. 503 méter, 511 távol, ő nagyobbat, ha tudsz. Még a fény, piros szín, fehér hó, zöld levél. És életem lövése, egyik legnagyobb lövése. 653 méter a magyar zászló becsötél. Zombori, rózsafák, illata, Szabadkáról, jaj, lesz-e még elég magyar, száll a dal, zeng a dal. A zászlunk becsületéje. Ott a táblán látjátok 510 méterre. Ráírták 510, lőj nagyobbat, ha tudsz. Terepjáróval mentek utána, 653 méterre volt a nyílvesző. Minden nyílvesző megverte a másodikat, mindegyik, hatot lőttem. Vannak a terepjárók. Itt van a pártitkár, ő fizette a repülőjegyeinket. Jó ember volt. És mi pedig büszke magyarok voltunk. Győzni jöttünk emlékezni. Elég tételt venni a múlt sérelmeibe, békében, barátságban. A múlt sérelmeiért. Hát tudjátok, csak a béke útja járható. De emelt fővel kell járnunk ezen az úton. Ha majd harcolsz a szentföldekért, ő bátorít, mosolyog. És a magyar zászló a győztesével. Ez a zászló. Már majdnem vége van. Egy érdekes lövést hagy mutatsak. Íjjal lehet golfozni szerintetek? Mindegy, ne találgassunk. Most golfozni fogok egy íjjal. Hogy miről van szó, mindjárt elmondom nektek. Hogy a golfozás az van egy lyuk, leszúrnak a lyuk mellé egy zászlót, és abba ütik bele pár száz méterről. Farkasokat ismeritek. Leszúrtam 165 méterre egy láncsát, egy lyuk mellett van a láncsa. A lyuktól 60 centire van egy vöröshagyma lerakva a földbe. El kell lőnöm a vöröshagymát a nyilvesszővel, és bele kell ütnöm a lyukba, hogy guruljon bele a lyukba, a láncsa mellett lévő lyukba. 165 méterre vagyunk, a kezemet fogja a Jóistenünk, a hit az ott van a szívedbe, meg a zenappal ezer lövés. Valamire feljogosít néha. És újra jó irányba fordulhat a szél. 165 méter. Kilövünk egy nyilvesszőt, megnézzük, hogy hogy fúj a szél, hol, mi a lőtáv. Sosem a természet ellen lőj. Tanulj meg a természettel lőni. Ha 7 méterre jobbra fúj, balra lőjél 7 méterre, és rakasd bele a széllel a nyilvesszőt a célba. Egy a lényeg. Akárhányszeres világrekorder vagy világbajnok, a közönség mindig elvár, hogy eltaláld a célt. Akkor nézzük meg. Még egyszer mondom. 165 méter. 165 méterre van egy láncsa a földbe. A láncsa mellett van egy lyuk. Lyuktól 60 centire egy vöröshagyma. A vöröshagymát bele kell nyilvesszővel gurítani a lyukba. Felnevelt hitet. Miért mondjátok, hogy őrültség? Súlyos tétje nyomja a válladat. Nincs más út az Istennel. És elindul a nyilvessző az útjára. A hited erejével. Hol az csizmáján a nap? Itt a láncsa. Itt a nyilvessző, nézzétek, érkezik a nyilvessző. Itt jön a nyilvessző, ott a hagyma, itt a lyuk. Megszülethet majd egy szebb és jobb világ, ha meghallod a reményt. Oda kell, nem jól láttátok? Nézzük meg egy másik állásból, várjál. Megütöd a hagymát, gurítod, leválik a héja,
Ez jó, hogy levált a héja, mert azt sem mondják, hogy függ, mert nézzétek meg. Megütöd, leválik a héja, gurul a hizé. Köszönöm. És még egyszer nagyon távolról. A zászlónk besöltél bárkel a világon. Most akkor döntsétek el, hogy ki fogja tartani az almát, ott lesz kitartva, és innen lövök rá, jó? Bocsáss meg. Balázs azt mondja, melyek tartani. Jó. És most már tényleg nem sok van hátra, de most nem versenyhelyzetben. Egy 8 centis kosárkát már láttátok, amikor lőttem 75 méterre. Most kirakom 130 méterre a kis kosárkát, a kosárka, a 8 centis kosárka mögött 20 méter emberek ülnek körbe. Gyertek, visegrádi palota játékok, gyertek velem a hegy oldalba. Nézzétek! A pálya már készen áll, hogyha látják, akkor fönn a hegy oldalba ülünk. Visegrádon vagyunk. Fölött, ott az erdőben, meghúzódva, ott van ez a fantasztikus ijesz, és hogy egy picit fölkezik érdeklődését. Ott van a hegy oldal, ott vagyok fönt. Itt a középkort úgy nézzük, mi pedig úgy készültünk, hogy egy ágyúval fogunk először. Egy fehér lepedőn vannak a kosárkák, ma jól látját. Gördüljön hát az ágyú. Igen, jól ide lőtt nekem. Ezt látom fentről. Jól látjátok a kis kosárkát. Hol van? Nem tudom. És egy másik világba kerülsz. Életünk lett most a tény. Tudod, hogy nem hibázhatsz. Nem sérülhet meg senki. De el kell találnod a célt. Tisztelegni jöttél ide. Büszkeséggel, teli szívvel jöttél ide. Védjük őseinknek földjét. Látjuk még viruló zöldjét. Még a szél is nekünk szerél. Elindul a nyílvessző. Minden itt van, mit szeretünk. Népen marad, addig jár. Az első kosár, nézzétek! Nem jól láttátok? Nézzük meg oldalról. Nézzétek az első kosár jobbról. Úgyhogy a többit nem lőheted el. Hát valahogy így. Zászlók becsöltél bárkel a világon. Emlékezni 907, emlékezni a Pozsony csatára, emlékezni a múltunkra, de valójában a mánkra, hiszen a mát akkor vívták meg, ma pedig békében élünk. De ezt a békét csak mi tarthatjuk meg, ha erősek vagyunk. Minden íjat, minden nyílveszőt én készítek, a világ legjobb íjéről beszélünk. Azért, mert a világ legjobb lövőit, íjkészítőit, íjászait kell legyőznem ezeken a világversenyeken. De holnap és holnap után is megteszem, mert ennek a zászlónak mindig győztesként kell a magasba emelkednie. Egy kis műhelyben készül, és minden lelkem, minden szívem benne van. Ezek azok a híres fekete bégek, amikkel végigjártam a világot. Lelőttem a bástya lövésémet, ami a világ egyik legjobb íja. A múlt tiszteletén alapulnak ezek. A hitem van benne. A büszkeségem van benne, az élni akarásunk van benne. Jó Isten megadta azt, hogy átlőttem a
Bereckei Ágút, a Niagara vízesést, a Grand Canyont, Yellowstone-t. Most itt vagyunk Sydney-be, amikor az operaház előtt van a cél. Most erre fogok lőni. Aki magyar, nyújtsa kezét, tárja ki a szava szívét. Harangszavak ölelkeznek, lélek hilak emelkednek. Magyarnak lenni jó, magyarnak lenni büszke. Kérdeztétek az elején, hogy hogy kell felajzani egy ilyet, most megmutatom. Magyarnak lenni dicsőség. Ezer ünnyi. Mögötte van az operaház, Ausztráliában vagyunk. Amúgy elmondom nektek, egy ilyen lövés azon a földön nem egyszerű kategórián, a Niagaránál sem. Tudod, állandó emberek, és az a valóság, hogy ilyenek lőni, csak úgy nem lehet sehol sem a világon. Nézzétek, egy érdekes kép, jobb oldalról jön majd egy néni. És akkor mutatom neki, állj, ez az ujjam, állj. Nézzétek majd, itt van oldalt, majd itt, majd mindjárt jól látjátok. Jól megérti. Elég határozott voltam, íjjal meg egy nyilvessző a kezembe. Nézzétek, itt jön majd. Itt az lövés, innen lőttem ide. Itt van egy fekete bég. Itt jön egy néni. Majd most mutatom, nézd. Állj! Hopp! Már hátál is hátra mindjárt. Nézzétek, megy hátra fel egyből. Ajajajajaj. Megértette, semmi perc alatt. Csak ilőd nyilvessző. 135 font. Hát persze, hogy magyarnak lenni jó a világ végén is. És még egy. Még egyszer megmutatom a Niagara vízesést. És utána jön az utolsó filmeském, ami nagyon komoly lesz. Itt a Niagara. Oda mentünk az első nap, olyan eső volt, hogy nem láttuk a Niagarát. Hát mondom, mi ez? Olyan, mint nálunk a keleti főcsatorna, 80 méter. De ez aztán nem így volt, másnap láttuk. És akkor elérkeztem az utolsó filmecskéhez. Arra kérlek benneteket, amit mutatok, azt úgy is látjátok, viszont amit mutatok, ahhoz a dalok, a nóták nagyon odaillenek. A kettőt együtt akarjátok megérezni. Egy óriási harcra viszlek most benneteket, Isztambulba, amikor megnyertük a hódítók kupáját, 3 nap múlva jött a Facebookos bejegyzés, hogy gyere Mónus, vissza. És a győzelem után visszamentünk a feleségemmel. 700 lövő fogadott bennünket. Most elviszlek oda benneteket. A zászlónk becsületért, gyertek. A mondani volum is itt van benne. Gyertek fel. Hát ez a világ, amikor kijössz például ide, itt van 6-700 lövő most, nem is tudom, azt hiszem, én vagyok a 676. lövő, és akkor legyőzni valakit, és mindig mindenkit legyőzni, hogy felemelsem azt a zászlót, hogy győztes jogán legyen jogszímen felemelni. Egy olyan feladat, olyan felelősség, olyan teher is egyben, ami ugyanazt a világot hozza, mint a múlt harcát számolva. Tehát tényleg életre halálra kell harcolni, hogy győzzön. És ezt a világot ilyen egy fantasztikus dolog. Áldott-e föld, és áldott-e szó, édes hazá. 12 éven keresztül győztem Törökországban. Több mint 15 000 harcos győztem le ott, azon a földön. Ez a török verseny előtt is bemutató, Amerikában vagyunk,
fordított képfogás, ez a farkasfogás, fordítva fogjuk az íjat, senki nem lő így a világon. A jó barátom Pali, családom, hát ki arra mindenhol két lábunt, vagy két kézen is tudom. Amerika 50 fok, a motorászető megsül a tojás, a világ legnagyobb íjászer Larry Hatfield, 82 éves, Kiara unokájának választotta egyből. És most gyertek, és nagyon figyeljetek kérlek benneteket. A zenével, filmekkel, mondani valóval együtt, szerintem ütős. A szív az dobogni fog. 700 lő fogadott bennünket. A török barátaim, harcosok. Bár a múltad átírtál. Olyanok, mint az oroszlánok, életre halára harcolnak. A szív azt nem fakul, csak árnyaltabban él. A bátor ellenáll, és semmitől se fél. Feszültség ott van benned végig. Bemérik az íjakat. Mert van feltáll. Az íjak erejét nézik meg. Egy zrínyvel jöttem megint. És félnek még többen. Csak tudjátok, én kétszer nem lövök ugyanaz az íjjal. A harang megkondul. A teher. Megint győznöd kell. Mindig győznöd kell. Vagy az eszé. Az közelek, és mindent elvisz az ár. Jöjjön a fény a sötétség után. Feszültség az elképesztő. A szenvedély. Én itt leszek, míg megfordul. Minden részletnek fontossága van, hogy te legyél a világon a legjobb. Az égben nemzetét, a múltunk összeköt. Nézzétek ezt a képsort! Összenéz a szem. A fiú megpihent. Uáj, halljátok! Ömlik rólad a veríték. Óriási harc. Ott vannak 500-an mögötted, és szét akarnak tépni. Elképesztő. És akkor oda kell állnod. Ha kell, szétszakadsz. Nem számít semmit, te nem számítasz. Csak a zászló számít, neki győzni kell. Ezért élsz, ezért halsz. Meghalni és szeretni még. Harcolni bármeddig. Születni kell minden nap valójra. Álmodni azt, ami nem bál. Mögötted harcosok is szét akarnak térni, ha tehetnék. Meghalni és szeretni még. Nyugodtnak kell lenned. Nem hibázhatsz. Nem lőheted ki rosszul. Neked mindig jól kell kilőni azt a nyilvesszőt. Az életem napot fes a szürke hó. Esküszöm, hogy a haza érdekében a várat minden erőmmel meg... Odász a lőahoz. Három lövésed van. Készülsz egy évet. És nem hibázhatsz. 700-an vannak ellened. Feladására való hajlandóságot sújtsa erős, jogos, halálos ítélet! Te nyugodt vagy, életed része a lövés. Csönd van, csak te vagy és a cél. Senki a föld, ne érdemeljem ki az Úr örök kegyelmét. Esküszöm, hogy véremet és életemet a vár védelmében meg nem kímélem. Magamat élve én meg nem adom. A magyarok Isten engem úgy segéljen. Harcolj! Törökök rohannak kifele. Ki az első, kiné az első. Pista mondja mögöttem, hajd úgyis a tiéd az első. Mondom, legyen igazad. Itt a második. Hát ott széttépnének. A világ egyik legnagyobb lövőjét látjátok, Ibrahim Balában. És itt a győztes nyilvessző. A Ré. Női kategória. Második, harmadik, második. Hol az első? Nem látok senkit, de ami az enyém.
Itt van az es. Az is székely harci zászlót látjátok, a vörös-feketét. A férfi kategória. Harmadik, második. És az első. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ma itt nem magamról szerettem volna beszélni. A magyar zászló becsületéről, a magyar zászló büszkeségről szerettem volna itt beszélni. Köszönöm a rendezőknek, hogy meghívtak ma engem. Igyekeztem tiszta szívvel, boldogsággal, büszkén átadni abból, az érzésből, amit nap mint nap versenyről versenyre, felkészülésről felkészülésre érzünk. Mi egyszerű emberek vagyunk. Ha kell szétszakadva is harcolunk ez a zászlóért. Azt tudjátok, hogy bennünket is el lehet pusztítani személy szerint engem. De az utolsó pillanatig, az utolsó csepp véremig ez a zászlóért harcolok. És holnap után is. Ahányan ma itt vagytok. Annyival több okom lesz, hogy felemeljem ezt a zászlót a győztes jogán. A magyar zászló becsületéért. Pénz, politika, intézményén nélkül, meggyőződésből, büszkeséggel. Az őseinkért, a gyermekénkőért. Köszönöm, hogy meghallgatok. Isten áldja Magyarországot! A zászlónk becsületéért! Férfias teljesítmény, harcos szellemiség, magyar virtus, a világbajnok Mónus József. Nagyon szépen köszönjük a megtisztelő előadást, ezt az erőt adó küzdelmet, ezt a példaképet, ami sok fiatalnak is erőt adhat. Azt gondolom, nagyon sokan vagyunk, akik szívesen küldenék gyermekünket ilyen táborokba, ilyenfajta kiképzésre, hogy ilyen szellemiséget sajátítsanak el. És milyen jó volna a honvédségnél is ilyen kiképzéseken részt venni, milyen jó lenne, hogyha a magyar honvédeknek is megtanítanák a magyar zászló becsületét. Nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy ezt filmekben is viszont láthatjuk, hiszen nagyon sok minden adóssága van még a kultúrának is ezzel kapcsolatban, hogy mindezt visszaadja, ami bár Jelenczky István ma nem tudott eljönni, de ő is üdvözletét küldi.
és nagyon örülök, hogy azért a Fekete István Szabad Egyetem néhány előadóját, például Téglási Imrét, de lehet, hogy még mást is itt látok, illetve Nyers Csabát is nagy szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy eljött az egyik íjkészítő bajtárs is, és remélem, hogy a Fekete István Szabad Egyetemen a következő időszakban is láthatjuk Önöket, hiszen ahogy meghirdettük a következő előadóinkat, Mónus József egyik régi barátja, ismerőse, Rafa Jernő lesz ugye a következő előadónk, méghozzá február 17-én, szintén csütörtökön 18 órakor, elmulasztott revíziós lehetőségek a rendszerváltás óta címmel, és még a további előadókat is mindenkinek ajánlom nagy-nagy szeretettel a figyelmében, mely a Fekete István Szabad Egyetem honlapján megtalálható. Még egyszer nagy-nagy köszönet, és gondolom, hogy még lesz lehetőség néhány közös fényképet készíteni, néhány baráti ölelésre. További sok sikert, kitartást kívánunk a további küzdelmekhez, és jó egészséget, és Popé Gyula igazgató úrnak adom át a szót. Kedves barátaim, a mai est folyamán gondolatban bebarangolhattuk a múltunkat, jelenünket, és úgy gondolom, a Jóisten kegyeltjén keresztül a jövő körvonala is felderenghettek előttünk. Mert amíg ilyen támaszokat ad a Jóisten nemzetünknek, addig úgy gondolom, hogy van remény a jelen zord viszonyainak túlélésére, és van remény arra, hogy azt a zászlót, amit a szívünkben is viselünk, talán győzedelmesen visszük a jövő harcaiban is diadalra. Én elmondhatom, és úgy gondolom, ezzel valamennyien egyet fogtok érteni, hogy ma este jó volt magyarnak lenni. Általában jó mindenkor, de én ma este megrendült szívvel, és Isten hitemet elmélyítve úgy érzem, hogy szeret bennünket a Jóisten, ha ilyen embereket ad nemzetünk hasznára, javára és a saját maga dicsőségére. Kedves barátaim, mi valamennyien tehetünk a nemzetünkért, hazánkért valamit. Mindenkinek meg kell találni a saját belsejében, saját magában azt a képességet, azt a küldetést, amiért itt vagyunk ezen a földön. Nem kell valamennyiünknek az íj és a nyíl mestereinek lennünk, hanem mindegyikünknek megvan a maga küldetése, maga hivatása és a maga hazaszeretete. Ezt képezzük ki, ezt alakítsuk úgy, hogy minél inkább hasznára lehessünk, ahogyan már mondtam, ennek a nemzetnek, ennek a hazának, amely úgy gondolom valamennyiünknek a hazája. Ez a mi hazánk, és ezért vagyunk mi ezen a földön. Ez a mi dolgunk, és talán nem is kevés. Köszönöm a jelenlétet, Fehér Farkasnak pedig köszönöm, hogy ezt a csodálatos estét ide ajándékozta nekünk, és sok sikert kívánunk a jövőben a családjának, neki személyesen, mert úgy gondolom, az ő sikere, a mi valamennyi sikerünk, az egész hazánk, egész nemzetünk sikere. Éltesse a Jóisten a továbbiakban. Köszönöm a figyelmet.